A közleményben az állt, a Magyar Szocialista Párt hódmezővásárhelyi és makói szervezete ellenszavazat nélkül megerősítette Rója Istvánt képviselőjelölti tisztségében. Majd azt is leírták, Rója István megválasztása esetén együtt szeretne működni azokkal az emberekkel, akik célul tűzték ki Magyarország felemelését, akik fontosnak tartják a demokratikus értékeket. A jag volt igazgatója szerint ebben a munkában nem számít a pártállás. Kiemelte, adott esetben a fideszes polgármesterekkel is együtt tud dolgozni. Tőle ne várják, hogy az ellenfeleit pocskondiázza, mert az nem az ő stílusa. Végre be kellene már temetni a két tábor közötti árkokat. Egyszer el kell jutni oda, hogy ne a különbözőségeket, hanem a hasonlóságokat hangsúlyozzuk. Az MSZP tagsága elfogadta Rója elképzelését, és reményét fejezte ki, hogy a térség lakói is támogatni fogják a képviselőjelöltet.